Köszöntöm a nézőket! Volt egy idő, amikor Magyarországon milliók nézték a magyar filmeket. És akkor volt egy film, amit több millióan láttak, és abban feltűnt egy fiatal színésznő, aki szerintem akkor még főiskolás volt. Ez a Madárkák című film volt Böszörményi Géza rendezésében, és Bánság Ildikó nevét szerintem akkor ismerte meg az ország. Én megtaláltam egy rövid részletet ebből a filmből, ezt megnézzük először. Utána beszélgetünk a művésznővel. Pislogni tilos? Persze. Nem túl vastag. Így nem jó. Elrontottam. Várjál! A postás. Mi? Ilyenkor jön a postás. Ő az. A postás, aki innen nősült. A Balogh Erzsit vette el. Ott volt az Erzsi ágya, ahol most megy. És elvette feleségül. Azóta már lakásuk is van. Ha látnátok azt a lakást. Figyelem. Gyere már! Mit csinálsz olyan sokáig? Olyan vagy, mint egy tetű. Várjál! Nézd csak! Vidd már arrébb egy kicsit, az orromba megy. Szóval. És mondom, hogy vidd már arrébb. Most ide. Te. Innen megyünk. Dehogy nem. Ha már befizettünk. Ez egy csodafilm volt. Te is ennyire szeretted? Én nagyon. Hát, azt karácsonyi ajándékként kaptam meg, mikor mentünk a család bevonult volna a fal alá énekelni, meg akkor hívott fel a Lívia egyébként telefonon, hogy ő na, felesége, igen, megkaptad, Gyarmati Lívia. Igen, megkaptad a főszerepet, de aztán nehogy beképzeld magadnak, hogy te nem tudom, valamilyen rosszat azért hozzátett egy pillanatra, és nekem akkor teljesen mindegy volt. Hát karácsony volt, ennél nagyobb ajándék, mint megkapod életed első főszerepét. És egy ilyen partnerrel, mint Süt Szilla, ugye, mert a Madárkák ti voltatok ketten. Igen, tehát neki szintén köszönhetek sok mindent, mert ketten maradtunk a castingoláson, és mind a ketten ugyanarra a szerepre. Nekem is nagyon tetszett a Süt Szilla szerepe, ez a furcsa, ironikus, kis bombok is, ilyen, olyan, és ugyanazokat csináltam, mint ő. És akkor a végére azt mondták a Líviájék, a Böszörményi Géza, hogy na akkor valamit találjunk ki, hogy akkor én a másik szerepet játszanám. Egész nap próbafelvétel volt, mindenféléket csináltunk, de sehogy nem akart összejönni, és akkor a Sütz oda szólt nekem, hogy vágjál már pofon! Tényleg? Tényleg. Ő akkor már végzett színésznő volt. Igen, igen, és az volt a lényeg, hogy én fölötte legyek. Tehát én legyek az uralkodó kettőnk közül. Én vagyok a nagy pesti lány, ő a kisebb, ő a butább. És bementem, és tényleg nem emlékszem a jelenetre, és megpofoztam. És így lett ennyi a szerep. Ezt például neki köszönhetem. Azt mondtad itt közben, miközben néztük, hogy még az illatokra is emlékszem. Mindenre, mindenre. Emlékszem a tánc oktatásra, emlékszem arra a tyúkra ott az ablakon. Nagyon. Ez borzasztó, hogyha valamit visszanézek, olyan, mint ha ott lennék. Azért ez a film egy perc alatt ismertétett égeit.
Hát, de akkor könnyebb volt, ugye nem voltak csatornák, stb. Az emberek moziba jártak, és az utcán kiabáltak, akár egy tévéfilm után, és hogy és csókolom, hogyha egy ilyen mondat elhangzott egy tévéfilmben. Abszolút, igen. Tudod, hány filmben játszottál? Nem tudom. Több mint 80 őrület, igen? Nem? Nem számolgatom? Hát jobb lett volna, ha 300. Nem csak úgy viccek, nem számolgatom. Nem. Mondtad, hogy akkor még ugye csak egy csatorna volt, vagy másfél csatorna volt, és ezen a másfél csatornán a Magyar Televízióban volt egy tévéjáték, ami mérföldkő volt a televíziózás történetében. Fehér György és Edelényi János, aki az operatőr volt, Fehér György a rendező, de szerintem ők mindent együtt csináltak. Igen. Megszületett a harmadik Richardból egy tévéfilm, ami tartalmában, formájában, szemléletében annyira újat hozott, hogy egy csapásra akkor már nem csak ilyen kis tingli-tangli, jópofa, humoros színésznőnek tartottak, hanem egyszerűen azt mondták, hogy na igen, ez is a bánsági. Egy olyan tragikai szerep, ami hát hihetetlen ajándék egy színésznő életében, főleg amikor ennyire fiatal. Találtunk egy részt a harmadik Richardból, ahol a harmadik Richard szerepében Hauman Péter látható, de hát arra részre koncentráltunk, ahol Ildikó látszik, mert hogy a film, vagy a tévéfilmnek az volt az igazi újdonság benne, hogy nagyon sok közeli, ugye? Igen, igen, ez volt hogy a Gyurinak. Hogy emlékszel vissza erre a forgatásra? Majd mindjárt mutatunk egy részt. Én a főiskolán vizsga darabban én ezt pótlékként eljátszottam, mert én Oféliára voltam kiosztva vizsgán, és nekem a Lady Anna tetszett, meg a Makrancos Hölgy, szóval ezek a más... Aztán játszottam akkor. Aztán játszottam. Szilágyi Tiborral, a József szenzációs előadásban. Igen. És ott eljátszottam Lady Annát, már nem tudom, hogy kivel, de valamiért az engem megfogott. És akkor mondta az első férjem, Jeles András, hogy készül a Gyuri, megcsinálja a harmadik Richardot. Én meg a Makrára készültem, kipufogott dobokat hegesztettem a Váci úton egy ilyen gyárban, és nagyon szomorú voltam, biztos nem engem választ, soha nem szólt hozzám semmi kedveset, soha nem vett engem észre, és ott állt a gyár előtt, és azt mondta, figyelj, csinálom azt a harmadik Richardot, eljátszanád benne a Lady Annát, tehát ott helyben majdnem elájultam. És akkor végeztem, én mentem vidékre egy évre, és néha felhívott, amíg nem volt mobil, hogy készülsz, Ildikém, készülsz, és így csavarta a lelkünket. Nagyon, nagyon, nagyon féltünk ettől a szereptől, hát gondolom Péter még jobban, mert neki nagyon sok szövege volt, de a próbákon mindig elküldtük őket, az Edelényét is, meg a Fehér, menjetek már vörösborért, menjetek, hozzatok egy üveg, hogy ne lássák, hogy hogy szenvedünk, mert mi köptünk, szúrtunk, amit akarsz, ordítottunk, minden volt ott, minden rosszat kijátszottunk magunkból, és eljött a forgatás napja, akkor én nem voltam magamnál, természetesen Gyuri felcsavarta a teljes 1000 fokra, mondta, hogy kimegyünk, iszol egy konyakot a kocsmába, vagy mit tudom, de még csak az kéne, hogy nem is tudom, mit válaszoltam. Egymással szembeálltunk, és azt mondta a Gyuri, hogy figyeljetek, most semmit ne csináljatok, csak egymás szemébe beszéljetek. Ilyen nagy csönd lett, csöndbe indult a felvétel, és elkezdtünk így dolgozni. Szem to szembe. És így nem emlékszem, a vége volt, és... Egyszer vettétek? Egyszer, csak egyszer. Na, akkor nézzük meg ezt a részt, ez nagyon megrázó. Kedem. Megengedette béka. Úgy az Isten engedje meg, hogy érte átkozott légy. Ő erényes volt, nemes és szelíd. Örüljön hát az ég ura, hogy ott van. Az égben van, és oda te soha nem jutsz. Köszönje meg nekem, hogy oda küldtem. Ott volt a hely, nem köztünk a földön. Számodra nincs más hely, csak a pokolban. De van, ha épp hallani akarod. A börtönben. Nem, a hálószobádban. Kar töri a szobát, ahol te fekszel. Töri, hölgyem, míg nem fekszem veled. Remélem. Tudom. Drága Lady Anna. Hagyjuk már szellemünknek gyors vívását, és térjünk át a lassú módszerekre.
Nem hibásabb-e az, aki a két Plantagenet korai halálát okozta, mint az, aki végrehajtotta csak? Te voltál ok és átkos okozat. Szépséged volt az okozat oka, a szépséged, mely álmomban megkísértett, hogy meggyilkoljam az egész világot egyetlen óráért, szép melled. Ezt tudom. Szépségemet, te gyilkos. Arcomról körmöm tépte volna le. Ki elrabolt a férjedet, úrnő, azért tette, hogy jobb férjhez segítsen. Ennél jobb férj nem lélegzik a földön. Van, aki nála jobban tud szeretni. Nevét mond. Plantagenet. Hisz az ő volt. Azonos név, de különböz a példány. És hol van? Itt. Nagyon erős ez az egész, nagyon erős, én megnéztem sokkal később is. Annyira korszerű ma is, annyira előre mentek a koruknak. Vetítették, minden évben képzeld az iskoláknak is, meg nem tudom. Tényleg? Igen, igen, igen. Szóval szeretted, aztán még dolgoztál Fehér Györggyel. Vannak rendezők, például ő is, Szabó István is, akiknek te alapszínésznőjük vagy. Igen, de többiekkel is sokat dolgoztam, a Mészáros Mártával, Grünwalski Ferivel, hát igen. De a Gyurival aztán sokáig nem dolgoztunk. A Szenvedélybe tértünk vissza, mert ő haragudott rám, hogy én... Akkor nagyon sok tévéfilm volt, tévéjáték, én meg nagyon szerettem szerepelni bennük. Hát ez a pályám, és ő meg haragudott rá, hogy én miért mosolygom el a mosolyaimat, és miért sírom ki a könnyeimet, amikor ezt nekem nem szabadna csak ritkán megmutatni. Mondtam, hogy jó, hát akkor fizessél nekem havi apanást, és akkor majd én nem fogok szerepelni, habár ezt nem tettem volna meg, mert nagyon szerettem egy csomó dolgot csinálni. És évekig nem is beszélgettünk. Kiabált velem, veszekedett, én meg viszony, jó, akkor ne is állj velem szóba, szevasz, nem is köszönök, ne is köszönj. Ilyen viszonyban voltunk, egész a szemben. Nem, egyszer aztán dolgoztunk együtt, de ő mint színész volt, és akkor mondta, hogy azért egy jót tettél, hogy szültél két gyereket, úgyhogy akkor úgy megbocsájtott úgy látszólag, és a szenvedélybe a Grünwalski mondta neki egyébként, hogy neked a bánsági kell. De akkor már mindenkit castingolt. Volt Romániában, Oroszban, mindenütt, magyar színésznőket. Én meg csak szomorkodtam megint csak, hogy biztos nem én, mert én voltam a rangidős. Hát én idősebb voltam, mint ők. És egyszer csak mégiscsak így alakult az élet, hogy valami... Gyönyörű film lett a Szenvedély. Az is, igen. Amikor egy rendező ennyire tesz a te tehetségedre, mint Szabó István, akkor... Elfogadsz mindent, vagy vitatkozol, beszélgetsz? Nem, mi együtt tanultunk például, ő is azt mondja, ezt azért merem mondani, hogy mondta, hogy ő nagyon sokat tanult tőlem. Mert amikor a bizalmat csináltuk, még a bizalom, hogy aki nem emlékezne rá, vagy olyan fiatal, hogy nem látta, az Oscarra is felterjesztett film volt. Az első, igen, benne voltunk az első ötbe. De előtte a Budapesti Mesékben dolgoztunk, és aztán ott már tett ilyen célzásokat az István, hogy majd azért én világhírű leszek, meg minden. De hát én ezt akkor nem vettem persze komolyan, meg mit tudom én persze. Az ember, de mikor a bizalmat csináltuk, akkor az elején azt mondta nekem, hogy az első pár nap, hogy Ildikó, figyelj, ha valami nem tetszik neked, akkor nyugodtan mondd meg nekem, mert én egy kicsit kékharisnyábra írtam ezt a szerepet, és most belátom, hogy inkább az kéne, hogy te olyan legyél, amilyen te vagy, és így tudtunk dolgozni. És akkor a Pista mondta, hogy és akkor itt most mérges, mondjuk. Akkor mondtam, de Pista, hogy? Mit érez, ha mérges? Most éppen ver a szíve, vagy a gyomra rándul görcsbe, vagy a fejébe elkezd kattogni valami, vagy hogy? És akkor neki le kellett fordítani az instrukciókat olyanná, hogy a színész át tudja azt venni. És így tanultunk egymástól. Szóval ott az mi összekapaszkodtunk. A lányod is színésznő lett, a fiad is művész, mert zenész. Te millióféle szerepet eljátszottál zenés darabban, komoly darabokban, sok helyen. De hát idén, illetve hát a múlt évadban egy olyan felkérés jött, amire szerintem egyáltalán nem számítottál, hogy te valaha az Operett Színházban fogsz fellépni. Ugye erre nem számít? Nem, ez juhé volt. Vagy egy Ceciliát bármikor rádozhatnának. Hát az
Nem tudom, tudod, ez úgy volt, hogy játszottam azt a remek darabot, a Mennyei hangot, tudod, a világ legrosszabbul éneklő énekesnőjét, amit játszott a filmek, de voltam volna. Áriátkat énekelték. Hát igen, hát az királynő. Hát én régen is tanultam, 20 éves koromban én akkor Toszkán tanultam meg énekelni Toszkát, és szóval... Én csak operát szerettem volna mindig énekelni, de aztán múltak az évek. Drága Magdi néni meghalt, Dékány Kálmán, aki a rádióban volt, igen, tudod, rendező, annak a felesége tanított, és Traviata volt, mindenem a Traviata, attól minden. Hát az a királynője az annyira az a koloratúráknak a koloratúrája, meg a lakmé, az is, csak a lakmét. Az éjkirálynőjére specializálódnak operaénekesek. Igen, és akkor mondtam, hogy hát meghívtak a játékszínbe, és mondtam Bang Tamásnak, hát én hogy gondolod, hogy én is? Ő az igazgatója a játékszínbe, és mondta, hogy hát a Dékány Bandi, a Magdinének a fia, azt mondta, hogy megtanít. Mondom, a Magdi néni fia, hát én ismertem a Bandit, de hát évtizedekig nem találkoztunk. Hát ha ő azt mondja, és elmentem hozzá, mondta, hogy nyisd ki a szád, anyám megtanított énekelni, gyerünk! És tényleg meg kellett hangról hangra tanulni, csak aztán közben ő meghalt, és Sziki Ági vette át, az ő növendéke vette át az én betanításomat. És hát rosszul kellett énekelni, tehát a világ legrosszabbul éneklő opera énekesnőjét. De ahhoz nekem tökéletesen kellett tudnom az áriát. Persze. Na most a legfelső hangot természetesen súroltam azért, és az már az egy nagyszerű dolog volt, hogy az nem volt tiszta. És ahol meg tisztább volt, meg hát nem vagyok egy Kallász, ugye? És akkor ott mindig rondítani kellett egy kicsit, akkor mindig alá kellett menni, vagy fölé, de szóval ezeket kellett tudni. És Balázs Zoltán, aki a Nine című musicalt rendezte, készült az Operett Színházba rendezni, ő ezt látta. És akkor mondtam, hogy hát én az Operett Színházba, hát én nem tudok így énekelni, ne beszéljet, láttalak. A Sophia Loren szerepére hívott. Aki filmen. A filmen. Filmen volt a Sophia Loren, igen, de hát musicalben nem tudom. Na mindegy, és akkor én nagy boldogsággal vettem ezt tudomásul, nem tudtam, hogy ez milyen szerep, mekkora, de hát az Operett Színházba megyek be, és én soha nem voltam fiatalabb koromban ilyen opera rajongó, de én nagyon tiszteltem őket. És én most is, hogy ott végigmentünk a folyosón, hogy aláírjuk a szerzőt, és mondtam, hogy csak egy percre álljunk meg. Mondom, itt vannak a Latabárék, itt van Honti. Itt vannak azok az emberek, akiket én gyerekkoromtól ismertem, de álljunk meg egy percre, hogy én itt, ide betehetem a lábamat. És hogy én itt fogok énekelni, meg egyáltalán létezni. Te ez nekem... egy szokatlan musical, tehát ez nem egy szokványos nem, ilyen. Nem, igen. Ez a Fellini filmjéből készült, igen, ez a musical. Igen. És hát a Sophia Loren énekli ezt a számot, amit én énekelek. És bekerültél egy ilyen gyárba, mert ezért hármas szereposztás, éjjel-nappali munka. A zenés színházak mind ilyen kicsit gyárják meg, mert nem lehetne. Tehát anszamblé, hát annyi, én mindig kérdezem, mi az anszamblé, hogy vagyok ki, ebben én benne vagyok, fogalmam nem volt, tehát ott olyan kifejezések vannak. És fantasztikus embereket óriási, is megtettem. Óriási, kórus, tánckar, minden is. És hát ott a szereplők is olyan szeretettel fogadtak, és úgy szerették egymást. Én ezen nagyon-nagyon csodálkoztam. Többen látták veled. Én a vírus miatt most nem nagyon járok színházba, de majd azért már ősszel megyek. Azt mondják, hogy nagy sikered volt. Hát személyes sikered is. Személyes sikered, de ez nem az anyáról szól. Én az anyját játszom a főszereplőnek, tehát ez nem egy olyan nagy szerep, tehát nem egy olyan, amire meghívnák nem tudom kit, meghívtak Hallman Pétert, vagy a Latinovicsot annó, és akkor ráírták azt a szerepet, vagy nem. Ez egyik szerep, a többi közül. De nem bántad, hogy el vele? Nem bántam. Gyönyörű barna parókám van, ami láttam, nagyon jól áll, igen, és táncolok benne, és szóval van benne öröm, inkább így mondom, hogy tényleg, meg hogy megismerkedtettem ezekkel az emberekkel, akik hát nagyon-nagyon kedves emberek, tényleg. Te azon szerencsés színésznök közé tartozol, akik a karantén alatt nagyon értelmesen tudtad eltölteni az idődet, mert ugye kutya, macska, ültetés, séták, hát küldtél nekem képet, hogy a legnagyobb
hóviharba, szélbe sétálsz a kutyáddal. És tudom, hogy ez az egész természet szeretet, ezért is költöztél ki Budapestről, ez neked nagyon fontos az életed. Tegnap is virágokat ültettél. Mondtam, hogy miért nem veszel fel egy kesztyűt, mert akkor rögtön kell, mert ez honnan van ez a nagy természet, meg állat szeretet? Hát szerintem anyukámtól. Mert ha visszagondolok az rá... Az orosz anyukámtól. Hogy visszagondolok rá, hogy mi Rákoscsaba-Újtelepen nőttünk fel, előző 6 éves korunkig ott voltunk, a nagymama neve vigyázott ránk nappal az unokatestvéreimmel együtt, aztán ők diszidáltak. De ott volt kukorica, volt fáramászás, leesés, gyümölcsszedés és minden, és onnan a 3. kerületbe költöztünk, ahol egy emeletes házban az Ápor utcában, de volt egy kert, és ott az anyukám szőlőlúgast csinált. Ha talált egy beteg galambot, akinek el volt törve a lába, akkor tett oda egy kis fapálcikát, cérnával csinált neki sínt, és akkor emlékszem, hogy elengedtük. Szóval ő volt az, aki így nagyon behozta a és a legnagyobb családot. Bezártság idején is te jártad ott a környéket. Na hát, de mert nem tornázhattam, azért az egy nagyon fontos dolog, hogy én jártam évekig testépítőre. És hogy így... izmos legyél, vagy milyen? Egyáltalán, hogy hát karban tartsa magam. Hát nekem az fontos. Én is tornázom, úgyhogy nem itt nagyon... Elhiszem, jó, csak én ezt találtuk még meg régen, és akkor oda jártam 4 évig, és nagyon-nagyon hatott rám, és aztán, amikor jöttek a költözés ide-oda-amoda, akkor ezek úgy nagyjából kimaradtak. Mindig beiratkoztam, mindig mentem, és itt Pomázon egy sarokra tőlem van egy ilyen terem. De hogy jött a Covid, akkor nem tudtam menni, és a lányom megtiltotta, hogy menjek ott a vasakat, ne fogjam meg, nem tudom mi, szóval mindegy is, de valamit kell csinálni, és úgyis itt a kutya. 2-3 kilométer gyalogoltunk egy nap, és ez csodálatos volt. Esőben, hóban volt, van olyan kutya tulajdonos, aki nem ment havas esőbe, meg ónos esőbe sétálni. Külön szerelésed van, csizmád. Mindenem van. Igen, igen, igen. De egyébként az oktatás ügynek is segítettem volt, aki felhívott, akkor felolvastam novellákat, meséket. Szóval amit lehetett, én azért segítettem, mert azért az fontos volt, hogy részt vegyek ebben. És azt is tudom, hogy aktívan figyeled a politikát. Mindent itthon, figyelek. És hogy a színművészeti főiskola, hát akkor már egyetem volt, elfoglalása után te nagyon aktívan részt vettél abban. Neked fontos volt a főiskola, a tiltakozásokban részt vettél. Én minden. Szerettél, hogy Simon Zsuzsa volt az osztályfőnököd. A Simon Zsuzsa, Gáti József, de Szinetár Miklós egy fél évig tartott, és neki nagyon sokat köszönhetek, mert ő szabadított fel. Tehát tőle, és ő ismert meg, és ő vitt a vizsgáfilmre, és ott ismert meg a Fehér Gyuri, szóval így a Richardban is ott volt a Szinetár, szóval ez egy nagyszerű dolog volt. Akkor is szeretted a főiskolát, mikor oda jártál? Figyelj, én nekem azt mondták, hogy verd a fenekedet a földhöz, akkor én a földhöz. Én, hogy engem oda fölvettek, hát hogy oda bekerülhetek. De ezt nem tudom elmondani, az volt egy udvarlom, azt mondta, hogy na mit szeretnél vasárnap, mit csináljunk, sétáljunk el a főiskola elé. De komolyan, hogy felnézhessek a lépcsőn, hogy én egyszer ide, hogy hát ha etnek. Képzelted, amikor felvettek. Előtte stúdiós voltam, hogyha... A Nemzetiben. Nemzetiben, ahol minden nap statisztáltunk, de ha egy nap nem statisztáltunk, akkor én bementem villamosan, rögni fogsz. És kívülről, hogy ne lássa senki, megfogtam a falat, hogy holnap jövök. Szóval azt hiszem, hogy én elmebeteg voltam ilyen szempontból, hogy... Inkább talán elhivatott, de nagyon... hát ez végig kíséri a pályádat. Hát, igen. És amikor itt baj volt az eszefek körül, tehát hogy ezt a ágyúval a verébre törés megtörtént, amitől én teljesen magamon kívül voltam, mert én... Tudom, sokat beszélgettünk. Igen, akkor. De nem is kell ezt... Én akkor úgy döntöttem, akkor jöttem el a Nemzeti Színházból, tudod. Tudom. Felmondtam, és hát vittem a kenyeret, a tisztítószert, a nem, de amit kellett, vittem, mentem, felvonultunk, és annyira hittem benne, hogy ezt majd békés úton majd csak. Te nagy idealista vagy, amiért nagyon lehet téged kedvelni, mert amikor már az ember úgy érzi, hogy feladta, úgy se lesz semmi, akkor te mindig mondasz valami mondatot, de az nem lehet, és akkor... De mert én hisz, igen, de aztán, amikor magamba maradok, tudod, ez azért nagyon érdekes, mikor bemegyek a színházba, bementem, és
azt mondták, hogy te mit csinálsz, de most te direkt így felkészíted magad, hogy mindig mosolyogva jössz be. És nem, ilyen a szervezetem, hogyha belépek, akkor örülök, és biztos vagyok benne, hogy másnak is lehet problémája, hogyha én nekem éppen van, és annak biztos nagyobb, és meghallgatom, és beszélgetünk, és hát, hogy valahogy ez úgy jön, és amikor kijövök, akkor van, hogy a volánon sírok, érted, mert a saját problémám akkor előjön, de hát az nem tartozik úgy másra. De szeretem. Közben beugrottál a játékszínbe is egy előadásba. Igen, a 8 nőbe, úgyhogy azt... Úgyhogy nem vagy tétlen, de ha mégis nincs más dolgod, akkor ültetsz, kutyázol. Igen, de azért verset is fogok mondani, szóval, amit soha nem csináltam. Tehát vannak ilyen dolgok, aztán lesz egy Janikowski est, ahol... Tehát vannak ilyen feladatok, mindig elfelejtem, hogy azokat már megígértem, és azokra jaj, most kell készülni. Tudod, előtte 2 héttel akkor elkezdek a motorokat felpörgetni. De hát... Lassan letelik az időnk, én választottam egy olyan kis szőszenetet. Fehér Gyuri nem örülne neki, hogy elpazaroltad rá a mosolyodat, meg a hangodat, de ez egy annyira helyes felvétel Kern Andrással, hogy legyen ilyen jókedvű ez a befejezés, jó? Legyen. Akkor nézzük. Most ránk fér. Köszönöm figyelmüket, jövő héten újra találkozunk, de most kicsit legyen jókedvünk Bálság Ildikótól és Kern Andrástól. Viszontlátásra. Na, mi történt? Történt hajdanán, hogy egy hoccentott a lány. Párizsba ment a kis bohó. Csinoló. Oly szörnyen szegény, derekál egy kis kötény. Több éppenséggel semmi ó. Csinoló. Csak ment, sarkán posztoló. Csinoló. Rendőr úr előtt, ki rendre inti őt, hottentottául mondta Csinoló. Csinoló, nincsen több. Így csuda gazella termet, a fekete Afrika ölében termett ez. Tűzhoi kerében, a jának ében fürtje lengedezt. Szép szeme, sötétje csillog, ha mosolyog fogsora, fehérje villogó, s van neki kicsinke, kötény a csilloló. S aztán... S bár múlt az idő, soha nem tanult meg ő, egy szót se franciául, ó. Csilloló. Ha, 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 szép szemes, hogy így kecsillag, a mosolya fogsora fehérje.